Tehát te, mint a Járda Csillagászati Tanfolyam preambulumában olvasható, a célunk az, hogy a Járda Csillagászatot, illetve a bemutató csillagászatot népszerűsítsük egyrészt. Kicsit, mintha elaludt volna ez a műfaj az utóbbi egy-két évben, talán mi sem voltunk annyira erősek ebben. A kitűzött cél a július 27-i nagy marsopozíció, amit egy teljes holdfélkozás tesz még súlyosabbá és feledhetetlenebbé, és ebben az alkalomban bizonyára tőlünk teljesen függetlenül igen jelentős közfigyelem fog majd irányulni a csillagos égbolt jelenségei iránt. Elsősorban is a teljes holdfélkozás, másodszorban pedig a teljes mars, vagyis a marsopozíció felé. Majd megnézhetjük, hogy még lesz, ami jobban érdekli az embereket, majd a két vörös színű égitest egymással fog versenyezni. De lehetséges az is, hogy ez a két jelenség így együtt robbanó elegyet fog alkotni, és elsöpri a csillagászat művelőit, mert hogy akkor lesz a közérdeklődés. Volt itt valaki 2003. augusztus 27-én ebben az épületben? Senki? Csak én voltam. Hát akkor megtanultuk, mi a magyarok istene. Akkor volt a marsopozíció, egész este borult idő volt, és ennek ellenére 1100 látogató volt itt a Polarisban. 1100 fizető vendég, bevasaltuk a beléti díjat. Majd leszakadt a terasz, 22 személy volt, aki a bemutatásokat csinálta, nagyon kár, hogy ők már kihaltak, már rajtam kívül, mint utolsó munkán beszélek. És lehet, hogy még egyszer 1100 ember szeretett volna bejönni, csak nem volt rá lehetőség. Valamilyen elképesztő volt akkor a figyelem a mars iránt, többek között azért is, mert egy 60 000 éves intervallumon belül ez volt a legkedvezőbb marsopozíció, és hát úgy gondolták, hogy a következő nap már nem is látszik a mars. Hát tömegpszichózis, tömeghisztéria, hát erről majd lesz szó a későbbi előadások egyik alkalmával, amikor Harmata János fog majd beszélni. Tehát vigyázni kell a marssal. Az egy nagyon veszélyes égitest. Világok háborúját mindenki látta? Nekünk tudjuk, hogy nem olyan egyszerű elintézni a mars lakókat. Na, a lényeg az, hogy ilyenkor fokozott figyelem van a csillagászat iránt, igazi, valóságos égi események iránt irányul meg a figyelem, amit vétek nem kihasználni, és hát végülis az MC-nek az egyik szerepvállalása, hogy az emberekhez minél közelebb hozzuk a csillagos égbolt jelenségeit, lehetőség szerint igazi, valóságos élmény által, valóságos távcsőbepillantással, és olyan jelenségeket mutogatva, amelyek tényleg érdekesek, tartalmasak, hasznosak. Előre bocsátom, hogy ez a program, amit most itt kivetítek, és bizonyára sokan ismernek, tehát itt van jelentkezés, kedves barátom. Na de hát te azért nem nézted meg, mert egy majdnem minden kedden itt vagy, úgyhogy nyilván. Tehát ez a tervezett menetrend. Ez miért így van? Ez van május 8. Csillagászati bevezetés. Jövő héten Kerényiről lesz a csillagképes témával kapcsolatos előadás szegmensnek az előadója. Miről híres a Kerényirilla, tudja valaki? Csillagtúrákat vezet, ami ugyanaz, mint a járda csillagászat, csak ösvényen kell csinálni, tehát ösvénycsillagászatot csinál, ami édes testvére a járda csillagászatnak. Tehát nem úgy van az, hogy mennek, és akkor menet közben nézik az eget, hanem időnként ezért meg is szoktak állni. Igen, hát azért kértük a Lillát, aki egy tapasztalt, egyébként jó pedagógus, és egy csillagkép ismertető is. Tárcsa és bemutatások lélektana, amit mindenkinek nagyon melegen ajánlok. Ugye mindenki, nem mindenki, de nagyon sokan bizonyára sok tárcsa és bemutatót tartottatok itt az arcokat így végignézve, azért sokan vagytok, polarisosok is. Nem olyan egyszerű ám az a dolog, hogy csak úgy odaállok, aztán elkezdek valamit csinálni ezzel a kedves látogatóval. Ugye ide kapcsolódik a mobiltelefon és a tárcsa és bemutató kapcsolata. Benei Balázs lesz a vendég, nem is annyira vendégelőadónk, hanem hiszen taktársunk, aki
Nagyon érdekes dolgokat csinál mobiltelefonnal, érdekes módon. Ez egy viszonylag elterjedt eszköz, úgy hallottam manapság. Ez igaz, ez a rémhír? Hát majd meglátjuk, hogy mit tudunk vele kezdeni. A Mars kultúr története, tévhitek és vaklármák, ezt sajnos ezt magamra osztottam, főleg azért, mert az első részt még meg kell csinálni. Szeretnénk igazi bolygászt is vendégül látni. Most az idei nyár az nagyon jól fog alakulni, mert összesen 4 fényes bolygó is lesz majd az egünkön. Most még nem, de majd, amikor beköszönt a nagy Mars szezon, akkor igen. Vénusz, Jupiter, Szaturnusz, Mars. Ugye nyugatról kelet felé mondtam a sorrendet. Mit mondanak a Mars szondák? Horvai Ferenc, aki kitűnő űrkutatási szakember, fogja majd a Mars űrszondák általi feltárását, megismerését ismertetni velünk. Nem kell megérni, nem 1960-tól kezdi majd azt a hét. Tehát nagyon szereti a sikertelen szovjet Mars szondáknak a ismertetése, amelyek csak 1989 után derültek ki, de ezt csak perverzeknek ajánlom, de lesz szó a Vikingről is. Van egy villámhárítónk, úgyhogy nagyjából az a részem van. Június 12-én nap megfigyeléssel kapcsolatos tudnivalók lesznek, Hanák Judit lesz a felvezető. Ugye nap közben mit tudunk bemutatni? Hát a napot. A leggyakrabban általában ez szokott lenni. Persze mást is, de a nap az mindenképpen kiemelt célpont. Judit pedig ennek a kiemelt szakértője. És ejtsünk némi szót a fogyatkozásokról is. Molnár Péter szeretném most ezúttal felkérni. Most tudta meg szegény, hogy ő akar majd fogyatkozni. De remélem, hogy nem fogunk meghalni. Nagyon nem tenne jót a csillagászatnak, hogyha most mind nagyon lennénk csapva. Bevezetés az utóbbi 400 év távcső és bemutatóiba. Tudom, hogy gyűlöletes dolog csillagászat történettel kezdeni, de legszívesebben én csak erről beszélnék. Mondjuk az 1600-as évek elejének a csillagászatáról, 1632-ig bezárólag, egyefele 42-ig. Ugyanis hát minden ezzel kezdődött, hogyha nem találták volna fel a tárcsövet, akkor nem kellene bemutatni semmit az égvilágon. Ez a mosolygós fiatalember foglalkozására nézve vasutas, és akkor éppen frissen átadott Galilei emléktábla előtt áll. Hol van pontosan ez a felvétel? Aki járt Velencében és a Campanilében már megfordult, a sejti. Nem Velence fürdő, hanem az igazi Velence. Velence messzre, külső messzre, Olaszország, Itália. Tehát ott van a Szent Márk templom mellett egy gyönyörű nagy harangtorony, valamikor 1900 kerésben összedőlt mindenestül, ez egy újjáépített torony. És a sztori szerint 1609. augusztus 21-én itt volt az első bemutatás a Canno Chiale-val, ugye ezzel a szóval illette, nézőcsővel, Galilei, ugye még a teleszkóp szó nem volt feltalálva, általa frissen összerakott távcsövet. A sztorit mindenki tudja, nem Galilei találta fel a távcsövet, csak megjött a híre, hogy van ilyen eszköz, hogy távcső, lencsék vannak benne, aztán csinált egyet. És ezzel próbált megházalni. Ugye a határozott szám, azért is mentek fel a Campanilébe, mert innen lesték a közeledő kereskedelmi hajókat, a jószemű, sasszemű fiatalok, különféle kereskedő cégeknek az alkalmazásában. Ezek a hajók pedig fel voltak lobogózva, jelezvén, hogy milyen rakomány van a fedélzetükön. Hogyha valaki ezt hamarabb meglátta, akkor bizonyos gazdasági előnyöket tudott abszolválni. Hogyha pedig távcsőve volt, akkor mindenkit le tudott tarolni. A probléma az volt, hogy nem sokkal a bemutató után már a piacon is lehetett kapni távcsövet, úgyhogy ez Galileinek nem volt egy akkora hatalmas üzlet. De azért a távcsővei azok jól fogytak, és bizonyos bevételre is szert tett ezután. Tehát nem annyira nagyon tudományos szempontból kezdett elő távcsövekkel foglalkozni. Később aztán ez nagyon is tudományos irányba fordult, de ez már tényleg csillagászat történet. Hát felejtje meg a Pete Gábornak a jó dolgát, én még nem voltam fent a toronyban. Ugye 1001 jóval későbbi ábrázolás született arról, hogy hogyan történt ez a bemutató. Ki ez a sapkás fickó? Ez milyen egyenruha Velencében? Dózse. A Dózse. A jelezetes sipkájában. Hát nyilván a előkelésének kellett bemutatni, meg Szerenisztimának hívják azt a testületet, ami igazgatta Velencét.
És hát próbálta bizonyítani, hogy ez gazdaságilag és hadászatilag is rendkívül fontos. 1609-ben vagyunk, akkor éppen milyen problémái voltak Velencének? Nem a turista áradat, meg a gurulós bőrönd által okozott zaj, hanem a oszmán barátaink által csinált csetepaték. Hát ez folyamatos, több évszázadokra menő problémát jelentett az oszmán terjeszkedés. Csodálatos a 17. század csillagászata, hogy ahogy fokozatosan lassan a egyre érdekesebb és különösebb távcsövekkel próbálták feltárni a világegyetemnek a titkait, megfigyelni az égitesteket, minden, az égvilágon mindenki próbáltak, hogy hogyan lehetne javítani a távcsöveknek a teljesítő képességét. Ugye ezt mondom, hogy sokan tudják, hogy a Galilei-féle távcső az a legkatasztrofálisabb, legborzalmasabb optikai eszköz, ami csak létezik a világegyetemben. Kicsi a látómezeje, viszont színez. Egytagú lencsék vannak benne, és van is nekünk egy Galilei replikánk, amit félve oda is tudunk majd adni az előadás végén. Hát egészen borzalmas, ilyen 12-szeres nagyítással lehetetlen már használni. A színi hibával nagyon hamar leszoktak egyébként Galilei rendszerről, Kepler-féle elrendezést használták a távcsövekben mind a mai napig. Ugye van egy 4-5 cm kis objektívem, ezt fizikailag olyan végtelenségig nem lehet megnyújtani. Nagyobb méretű lencsét tudok csiszolni, még hosszabb fókusz tudok csiszolni. Ugye minél hosszabb fókusza van a lencsének, annál kisebb a színi hibája, annál kevésbé jelentkezik a prizmahatás. És aztán a végén megszületett egy ilyen borzadály, aminek a tiszta hossza az kb. 50 méter körül van. Készítettek egyébként 100 méter hosszú fókusztávolságú lencsét is. Ez egy 200 per 50 ezres, ha jól mondom. Refraktor. A 200 az egy nagyon jó dolog. 20 centi az átmérő és 50 méter a fókusza. Ugye itt csődületet látunk, hát jönnek az érdeklők a távcsős bemutatóra, hát valamiért feltűnt nekik, hogy akasztás lesz, vagy valami hasonló középkori szórakoztatóipari esemény. Danzig határában vagyunk, mostanában Gdansknak hívják, a lengyelországi Gdanskról van szó, ez egy hanzaváros volt, és az egyik jeles polgára, egyedétlen polgármester is volt Johannes Hevelius, aki korának egy kitűnő csillagászati megfigyelője volt, nagyon szép térképeket készített, foglalkozott üstökösök megfigyelésével, gyártott csillagképeket, ezek mind a mai napig működnek az égen, és egészen komoly obszervatóriuma volt bent a városban, de hát nem fért oda ez a kivégző szerkezet. Úgyhogy nem csak ő gyártott, Bianchini is készített ilyen borzasztó hosszú elrendezésű távcsöveket. Egy probléma volt ezzel, hogy irgalmatlan nehéz volt használni, és például, hogyha feltámadt a szél, akkor elkezdett a cső kígyózni, úgyhogy nem az, hogy rezgett, ingott, lengett és kígyózott. Úgyhogy borzasztó nehéz volt ezekkel a távcsövekkel megfigyeléseket végezni. A képalkozás az valószínűleg elég jó lehetett ilyen F-per nagyon sok esetében, csak hát használni lehetetlenség. Aztán voltak mindenfajta más kísérletek is erre, de ez tényleg egy társadalmi esemény volt, amikor összerakták a távcsövet, és nem tudom, hogy engedte bárkinek is belenézni, de nagyon nehézkes volt a használata. Az 1600-as években Magyarországon általában nem az volt a fő probléma, hogy hol tartunk távcső és bemutatót, hanem hogyan szabadulunk meg a törököktől. Három része szakadt ország, és bárki bármit mond, hát ez nem a kultúra és fellendülésnek az időszaka volt. Sok minden nyomorúságunk származik ebből az időszakból, és természetes, hogy például tíz évvel ezelőtt volt, hogy éppen előadtam Esztergomban, és 1609-as évnek a kulturális és egyéb eseményi is szóba kerültek. Hát volt egy Claudio Monteverdi nevű kitűnő olasz-itáliai zeneszerző, az opera feltalálója a lényegében. Az Orfeo című, az Orpheus című műve az egy ilyen határkő, ugyanilyen határkő, mint Galileinek a távcsöve a tudományban. Hát 1609-ben többek között Velencében az Orfeo mutatták be. Magyarországon nem tudom, mit mutattak be, a Zalán futását, vagy valami hasonló pucolásokat, egy tenkes kapitányát csak élőben. És érdekes, hogy ez a Monteverdi 1610-ben egyszerűen megjelent Esztergomban. Éppen nyilván nem török kézen volt, hogy mit keresett ott, mit nem, azt nem tudom, a zenetörténészek megmondják.
De bizonyára ezért van nekünk most Monteverdi énekkórusunk, talán még most is működik, nagyon jó régi zenét szoktak énekelni. Ez a Zordon kinézetű bácsi pedig, ismét egy olaszról van szó, Luigi Ferdinando Marsii, aki nem a természetes haja, szerencsére. Miért is hordtak ilyen parókát az emberek akkoriban? Ezt most ne feszegessük. Nagyon elkanyarodnák, de egy érdekes sztori. Hadmérnök volt, és másodállásban kém, és aztán később ilyen ismeretei felhasználva részt vett a felszabadított Dunavölgy, Magyarország feltérképezésében, felmérésében, és a Dunáról, mint földrajzi és társadalmi és sok minden más szempontból fontos tájegységről, Dunavölgyről írt egy nagyon fontos összefoglaló munkát, ami aztán Bolognában jelent meg az 1700-as évek elején. Nyilván 1600-as években nem sok távcsövezés volt Magyarországon, technikai okokból kifolyólag, de ő hozott magával csillagászati távcsövet, és megfigyeléseket is végzett Magyarország területéről, és ezek fent is maradtak, mert szépen kiadták Bolognában. Például a legelső magyarországi holdrajzok az tőle származnak, ezek replinben meg is jelentek nálunk. 1696-os évről van szó, amikor már 10 év volt a nyugalom volt Magyarországon. Szolnokon készült a felső rajz, az alsó pedig majdnem ugye nagyon hasonló volt fázisnál, talán egy lunációval korábban Szegeden. Igen, ez július, ez pedig augusztus, ha jól nézem az évszámokat. Az esztergomi vízügyi múzeum adta ki néhány évvel ezelőtt ezt. Ja, holdnak a legfőbb alakzatait azért elég jó fel lehet ismerni, de hát ezek nem térképek, ezek mondjuk azt, hogy pillanatfelvételek a hold felszínéről, de azért messze elmaradnak a korabeli legjobb hold térképektől, mondjuk Cassini vagy éppen Hevelius térképétől, és még sok mástól is. Ez nekünk azért értékes, mert Magyarország területén, hanem is magyar ember, egy derék olasz csillagászkodott is. Tehát egy ilyen általános érdeklődési természettudósról van szó, aki nem csak a holdat rajzolta, hanem például a népviseletet is. 1611-ben járunk, már régen nem Magyarországon ténykedik Marsii. A pápának ajándékozott egy festmény ciklust, 6 vagy 7 részből áll, az a cím, hogy Csillagászati megfigyelések, és nagyon érdekes, hogy egyszerre mutatja a festménye az égi látnivalókat, meg azt, hogy a Földön mit csinálnak éppen, hogyan lehet megfigyelni ebben az esetben például a napot. Látjuk ezt a kis dióverő távcsövet, ez szintén ugyanolyan, mint 100 évvel korábban a Galilei-féle legelső refraktor, csak kicsit talán hosszabb, nagyobb. Mit csinál a bácsi? Napkivetítést végez. Hold megfigyelést végeznek, és érdemes megnézni, mennyire realisztikusan festette meg a művész. Donato Cretinek hívják, több csillagászati vonatkozású alkotása is van. A teleholdnak a képét. Hogyan festette meg? Milyen távcsővel nézik a teleholdat? Galilei-féle távcsővel? Fordítva, az a normális. A csillagászati távcsővel belenézünk, feje lefele van minden, az a normális. Mindig idegbajt kapok, amikor visszaforgatják. Ez itt a Vénusz észlelés allegórikus ábrázolása. Hát itt, ez itt személyesen Vénusz lehet, vagy valamilyen csaj. Itt egy kvadránst rejtettek el a lomb korona mögött. Hát az ilyen típusú szögmérő berendezések teljesen általánosak voltak még akkoriban. És fent pedig egy hatalmas Vénusz sarlót. Kicsit szürrealisztikus. Itt pedig az üstökös. Egy általános üstökösről van szó. Mondjuk 1711-ben a középkorúak, idősebbek még bőségesen emlékezhettek az 1680-as meg a 82-es nagyon fényes üstökösre. A 82-es az a Harry üstökösnek az egyik visszatérése volt. Itt pedig egy díszes ruhában levő hölgyet látunk, aki hát tulajdonképpen arra utal az alkotó ezzel, hogy hát olyan természetük van a hölgyeknek, elnézést kérek a hölgyektől, de ezt most idézem, mint az üstökösnek a csalfa természete. Tehát minimálisan is azt mondhatjuk, hogy kicsit megbízhatatlan, vagy előrejelezhetetlen. Igen, ez a leghelyesebb szó. Nem előrejelezhető.
És ezzel senkit nem... Dehogy nem. Jupiter. Nem tudom, miért kell kimenni az észléshez fákjával, de nagyon érdekes dolgot látunk a Jupiteren. Ugye ott vannak szépen a holdjai, és középen a centrál meridiánon a nagy vörös folt. Ami az egy érdekes sztori, mostanában kezd összemenni szegény. 1870-es években figyeltek fel igazából a modern csillagászatban a vörös foltnak a jelentkezésére. Valóban nagyon nagy vörös folt volt akkor még, sokkal nagyobb, mint a mostani, kétszer hosszabb és sokkal sötétebb árnyalatú, tehát rendkívül feltűnő. De már az 1600-as években is látták, úgyhogy ez legalább egy 300 éves képződmény, vagy talán még több. Nyilván változik idővel, most éppen az a trend, hogy kezd összemenni, és zsugorodó félben van. Jobb oldal pedig az ismerős távcsövet láthatjuk, amivel 70x1500-as nagyon praktikus refraktor. Azért egészen jó ábrázolás. És végül egy annyira nem jó ábrázolás, hát Szaturnusz egy kicsit összement a gyűrűje, fogyókúra volt. Itt a háttérben viszont ismét egy akasztást láthatunk. Ugye ismét egy póznán van valami fölrakva, ez egy Huygens-féle léglencsés, légtubusos távcső. Hát az még mi a fene? Tudja valaki? Huygens biztosan. Huygens okulár, onnan tudjuk. Többek között egy holland optikus csillagász volt. Itt valaki nagyon célozgat valahogyan. Ugye ezt úgy oldották meg, jól lenne ilyet építeni, hogy egy húzallal kifeszítették kvázi a fénymenetet, egy cső nélküli csövet hoztak létre. Itt volt fent a húzalnak a legtetén, nem látszik a festményen egy odarögzített objektív, egy ilyen 100x10000-es nagyságrendileg. Itt pedig megfeszítették a húzalt, és oda illesztették a tubus véget, amiben az okulár volt. Hát nem volt egy leányálom ezzel se észlelni, de legalább nem kellett olyan nagy személyzet, mint a Hevelius-féle borzasztó nagy Gdanski akasztófa komplexumhoz. Mind arról volt, hogy egytagú lencsém van, egytagú lencsének a színhibát úgy tudom csökkenteni, borzasztó hosszú fókuszt csinálok neki, viszont akkor már mérnökileg használhatatlan lesz. Ugye most akkor megbecsülhetjük magunkat, hogy milyen jó kis akromátokat gyártanak, meg apokromátokat a mai gyártók. Mondani se kell, hogy a távcsövezés, a tudományvilága az csak a legfelső osztálynak volt a kiváltsága, vagy éppen a szórakozásra, amint láthatjuk a urakon és a hölgyeken, akik éppen csillagászati stúdiumokat folytatnak. Hát ez egy nagyon-nagyon jó az állvány, biztos nagyon jól tudja a hölgy élvezni a rezgésmentes képet, de nyilván egy életből elesett dologról van itt szó. Például érdekesség, hogy az uralkodó osztály számára a tudomány, a természettudomány nem csak, hogy azt nem mondták még, hogy szexi, csak egy újabb szöveg. Tehát nagyon menő dolog volt, azt sem mondták, hogy menő dolog volt. Egyszerűen érdekelte őket. Többek az azért, mert a fizikai kémiai kísérletek rendkívül, tehát nem csak büdösek és hangosak voltak, hanem látványosak is. A csillagászat meg szintén érdekes volt. Tehát ugye a felvilágosodás időszakában járunk már, amikor a tudás, az elmének a palérozása azért már egy nagyon menő dologgal kezdett válni. Egy ilyen lenyomatot láthatunk. A karikaturisták is felfedezték a csillagászkodás örömeit. Itt a Vénusz átvonulás 1769-es Vénusz átvonulás kapcsán készült. Hát ők is, nem tudom, hogy az úr mit tanulmányoz, de a hölgy a Vénusz szeretné nézni, az biztos. Hát ő maga is egy Vénusz. Az a ronda szobor, az meg nem tudom, mi ott a csalitosban olyan leskelődik. Magyarországon már van csillagászat, van csillagvizsgáló. Nagyszombatban az 1750-es években létrehozzák az egyetemnek a csillagvizsgálóját. Később a évtized végén pedig Gyulafehérváron, Budán, Gyulafehérváron, Egerben nagyon komoly csillagvizsgáló intézetek létesülnek. Valaki volt Egerben, szerintem sokan voltunk kiránduláson, iskolával, így úgy amúgy, vagy aki még nem volt, az menjen el a líceumba, és az 53 méter magas toronynak a legtetéig legyen szíves felfáradni, pár száz forint csak a belépődíj, és a közép-európai régió legszebb
barokk csillavizsgálóját tudja megtekinteni, ahol nagyon szép eredeti műszerek megmaradtak, fantasztikusú meridiánvonal van, és hát a korszaknak az internete is fent van a Camera Obscura. Ugye bemennek az emberek abba a jó, sötét büdösbe, kivetítik az asztalra egy lencsével a városnak a képét, ahol sokkal rosszabb minőségben látják a város képét, mint szabad szemmel, és el vannak tőle varázsolva. Egyébként tényleg ez van, aki járt ott, hát azért eléggé füllet tud lenni nyáron, de mégis ez a 240 éves látványosság, ami nagyon kevés európai nagyvárosban van meg eredeti szerkezetben, eredeti helyen, ez ma is elvarázsolja a látogatókat is, meg a kezelőket is. Ez egy korszaknak volt az egyik érdekesség, ami nálunk ez megmaradt. Erről nincsen képem, csak utalok rá, hogy van. Nyilván, hogyha betévedtek urak, hölgyek, nem csak a Camera Obscurával szemlélték meg ennek az érdekességét, hanem megtárcsúvezték az eget is, hát erről túlságosan sok nyom nem maradt fent. Viszont az egri, a budai csillagvizsgálóról már annál inkább. Ez a Gellért-hegynek a legtetén volt, ahol most a Citadella, hát idéglenesen még a Citadella van, jövő héten majd lebontatjuk, visszaállítjuk a reformkori állapotokat. Tehát ott volt egy nagyon idilli környezetben az akkori csillagászat, normális szerint egy nagyon klassz helyen volt a budai csillagvizsgáló, amit Urániához címeztek. Ez egy reformkori idillikus kép, éppen az emberek buliznak, ott valaki csellót hozott magával, itt letelepedtek. Húsvét hétfője van, és hagyományosan húsvét hétfőn szoktak a pest-budaiak ki áramlani a természetbe, és mulatságot tartani maguknak. És szerencsére fennmaradt egy ilyen jó kis ábrázolása ennek a két kupolás csillagvizsgálónak, ami nagyon sok reformkori városképen megtalálható. Hát egy, nekünk nyilván nekünk gyönyörű látvány a két kis kupola, mellette a csillagászok épülete, akik hát olyan túlságosan sokat nem csillagászkodtak, legalábbis nem sok maradt fent a tevékenységükről, de az egy másik tészta. De egy másik városkép, most a csillagvizsgáló felől nézzünk a város felé, itt még csak a hajóhíd van meg, a budai várpalota, a toronnyal, és jobb oldalon van egy távcsővező bácsi, végre az első járda csillagász, vagy Gellért hegylakó csillagászt láthatjuk, aki egy asztalra kihelyezett háromlábú távcsővőn mutogatja a pesti oldalnak az érdekességét, és tőle jobbra még valaki, egy másik tengerész látcsővel nézelődik. Paszkvics Jánosnak hívták ezt a bácsit, ezt a csillagászt, aki horvát származású pap volt, ugye akkoriban a csillagászok közül szinte mindenki reverendát viselt, és ő volt az, aki az egész csillagvizsgálót megálmodta, végül is József Nádor felkarolta az ötletet, és meg is valósult ez a festői helyen levő obszervatórium, és hát része volt a pesti budai város életének, hogy időnként Paszkvics János úr, hogy egyáltalán tudott-e magyarul, az egy kérdés, inkább németül tudhatott, akkor nagyon német volt ez a két város, hát bemutatót tart, akár nappal, akár este. 1842-ben járunk, Paszkvics már sajnos már nem él, és igazából nagyon nagy csillagászti élet sincsen a budai csillagvizsgálóban, viszont volt egy napsötétedés, 1842. július 7-én, ez a nevezetes napsötétedés, napfogyatkozás, ami a 1999-est megelőző legutóbbi volt. Itt látjuk a térképen, hogy éppen a kettős városnak a határvonalán metszi a déli sávja a totalitás a térképet. Néhány kilométer eltéréssel tudták akkor csak ezt megjósolni, és nagyon érdekes feljegyzések vannak arról, hogy a pesti és budai feldühödött nép miként akarja betörni a Gellért-hegyi csillagvizsgáló kapuját, mert ők már pedig meg akarják nézni az ottani távcsövökön keresztül a napfogyatkozást, és a bentiek pedig nem engedték be őket, mert hát most kontaktusmérés van, maradjanak már veszteg. És én azt hiszem, hogy a Normafánál volt a határ, és itt lent a Gellért-hegyén már részleges volt, tehát egy vékony kis napsarlócska volt, tehát tényleg ennyire határán voltunk a totalitásnak. Ez az a híres fogyatkozás, aminek következtében Petőfi Sándor majdnem teljesen megvakult. Legalábbis jelentős szemkárosodást szenvedett a feljegyzések szerint, van is erre utaló verse.
Ekkor már például van optikai kereskedés, 1819-től van optikai kereskedés Pesten, a Calderoni nevű cég. Csodálatos katalógusok, fantasztikus kínálat, napfogyatkozást nézi üvegeket is árusítottak, és természetesen távcsöveket is. Na hát ezt a nagy távcsövet nem Calderonitá vásárolta Konkoli Tege Miklós, ugye őt látjuk itt, már 1910-re ugrottunk előre. Az Ogyali csillagvizsgáló, egy magán csillagvizsgáló volt, amit az államnak adományozott 1899-ben. Ennek a főműszer egy 25 cm-es távcső, ahova persze azért bejöhettek a ha nem is a köznép, a pornétnek a képviselői, de hát az intelligencia. Hartmann nevű göttingeni tanár az, akivel együtt vannak az okulár végénél, de például a komáromi vagy pesti értelmiség is időnként megfordult a csillagvizsgálóban, de persze ez nyilván nem egy nyilvános bemutatóra kell gondolni, nem olyan mai értelemmel vetre, hanem hát beengedték őket néha a távcsövezés szüneteiben. Komáromi Kacendre például festőművész volt, aki most a januári, vagy a következő metróban fog majd megjelenni cikk, hát ő gyerekkorában például ógyalán szívta magával az első csillagfényeket. 19. században vagyunk, ilyen írók vannak, mint Verne Gyula, a magyar származású Verne Gyula, Jókai Mór, szintén magyar származású, vagy éppen Flammarion Camille, Camille Flammarion, a nagy francia tudomány népszerűsítő, aki hát az Éboltnak a költője volt, fantasztikus hatása volt elsősorban a hölgyolvasókra, mert meglepő módon inkább a hölgyek olvastak, mint a férfiak, utóbbiak inkább a kártyával, egy másfajta kisebb terjedelmű könyvekkel foglalatoskodtak. Csillagászati olvasmányok. Flammarion népszerű csillagászat, ez több kiadás is megért, ez a gyönyörű kétkötetes mű. Hát ebben is rendszeresen szorgalmazza az, hogy tessék, úri közönség, vásároljatok magatoknak távcsövet, milyen fantasztikus dolgokat lehet rajta látni, és ez része annak, amit kultúrát életmódnak hívunk. Láttuk Paszkvics Jánost a Gellért hegyen. De mostában nagyon sok mindent el lehet érni az interneten, többek között a vasárnapi újságnak a több évtizedi anyagát is. 1916-os évből való ez, a Messzelátó című költemény. Hát Lenkei Henrik nem tudom mennyire volt újító jellegű költő, hát nem egy fantasztikus költeményről van szó. A lényeg az, hogy itt azt írja, hogy a nagykörút egy kis piaszterén csillagvizsgáló távcső nyúl az égbe. És hát aki arra jár, belémered, ennek volt azért némi belépődíja is, vagy hát kis költsége, néhány krajcár. Minden esetre volt ilyen ember, titokzatos ember, aki járt a csillagászatot művelt már 1910-es években Budapesten. Igen, a háborús időszak van, ugye a messzelátó alatt egy kevésbé vidám jelenet van, éppen a tűzvonalat mögött pihenő csapatokról egy fénykép. Hogyha böngészjük a háborús időszaknak a vasárnapi újságjait, tel is tele van harctéri fényképekkel, hallatlanul nyomasztó az egész. Ez viszont nem kevésbé nyomasztó. 1910-ben vagyunk, a Károly körúton. Ez egy egész komoly távcső, amit itt látunk. 15 centis refraktor lehet, vagy valami hasonló. Jó felemelve, magas, hogy kényelmes legyen a betekintés. Ez a nagyjából a Dob utca torkolatánál vagyunk, azt hiszem, hogy kicsit jobbra megy be a Dob utca, vagy az épület mellett, tehát úgy be tudjuk lőni nagyjából. És a budapesti közönség keresi a heli üstököst, ez a szöveg, fényes nappal van. Erre felhívom a figyelmet, hogyha valakinek nem tűnt volna fel, tehát ez nem egy annyira manipulált fotó. Valaki éppen plakátot ragaszt. Érdekes, hogy elképzelte azt, hogy a fényes nappal égen kereshették a üstököst? 1910 májusában, akkor, amikor mindenki retteget, hogy a ciánnal terhelt üstökös csóva megmérgezi a földi légkört. Egyébként amikor ez a üstökös áthaladás volt, üstökös csóva áthaladás volt, akkor éppen a nap felé látszott az üstökös, tehát mondjuk a nap irányában, nappal égen is lehetett volna keresni, csak semmi értelme nem volt.
De ez a fajta hisztéria megismétlődik 1957-ben. Egy miskolci napilapban olvastam azt, hogy több ezer ember állt kint a Búzatéren, fényes délben, és látni vélte a Sputnik 2 átvonulását az égbolton. Nappal. Még egyszer mondom, hogy nappal látták. Majd erről lesz szó. Miért látnak az emberek ilyeneket? Most itt van az a sztória. Most már könnyebb belőni, hogy hol van az a távcső. Ez 1917-es felvétel, André Kertész, hát a múlt század egyik legkitűnőbb magyar fotóművésze készítette, valami olyasmi címe, hogy az elhagyatott távcső. Hát eléggé magányosnak tűnik a műszer. Lehet, hogy csak úgy ott magára hagyta a tulajdonos, elment éppen kajálni valamit. De ez azt jelenti, hogy a 10-es években sokáig volt a Károly körúton valami fajta távcsővező ember, mert az Estben is van egy nagyon jó kis tárca róla, hogy a Károly körúti csillagász mindenféle égítesteket mutogat a jövő menőknek, csak azt nem tudom, hogy ki volt ő. Mert ennek még nem sikerült nyomára lenni, hogy ki lehetett ez a kitűnő ember, aki pár fillérért vagy kralcáért, nem tudom mi volt a váltópénz, mutogatta az égboltnak az érdekességeit. Tehát nem most találták fel a járda csillagászatot. Hát volt egy világégés, elveszett ógyalla, és a svábhegyi csillagvizsgálóban létesült a nemzet fő csillagvizsgálója, többek között Krébersberg Kunó hadhatós támogatásával. Az egyik kis kupola, amiben eredetileg a Heide refraktor állt, nyitva van a kupolarés, előtte pedig egy szakszervezeti látogató csoportot látunk, akik nyilván így örökítették meg magukat, és a Népszava című lapot, mert arról a világ körül mottóval. Borzasztóan ürültek a népszavások, amikor átadtam nekik ezt a képet. Volt egy csillagászati illusztráció. Hát akkor már azért része volt az életnek, hogy csoportosan, szervezetten egy tudományos intézménybe bemenjünk, és akkor mondjuk egy napbemutatást láthassunk a napokuláron keresztül. Mekkora volt a látogatottsága ennek az intézménynek, ami egyetlen tudományos intézmény csillagvizsgálója volt az országnak, és az egyedüli hely, ahol szinte az egyedüli, ahol fogadhattak érdeklődő csoportokat. A 30-as évek végén olyan 3000-3500 fő körül volt a látogatottság, mert ez szerencsére korabeli beszámolókból kiderül. Annyi, mint a Polarisnak, ennek a kis csillagvizsgálónak. Meglepő módon akkor is volt távcsőkereskedelem Magyarországon, de valamiért 600 mm-es Zeiss refraktorokat, pláne kettős refraktorokat nem vásároltak tömegesen, és ebből a típusból talán csak ez egy készült, ráadásul Indonézia szélességére. Ugye milyen érdekes ez a vízszintes elhelyezkedés. Azt mutatja, hogy majdnem pontosan az egyenlítő van ez a távcső, és egy ilyen nagyon masszív angol szerelésbe helyezték bele a kettős tubust. De lehetett működő csillagászok részére mindenfajta távcsöveket, optikákat, de akár komplett kupolákat is vásárolni. Tömegesen azért nem vettek. De kis távcsöveket minden további nélkül jobb körökben azért használtak. A magyarországi csillagászati népszerűsítés, bemutatási kultúra, minden egy személyen múlt, aki az egészet megváltoztatta a fellépésével. Ez a fiatalember itt, Kulin György, Gyurka bácsi, amikor még nagyon nem volt bácsi, talán 31 néhány éves lehet, amikor felkerült a csillagvizsgálóba, ami 80 pengős fizetést kapott. Még annak is nagyon örült, mert állástalan diplomásként nagyon sok mindenre nem számíthatott, és lényegében ott kóstolt bele a csillagászatba 1935-től. Előtte olyannyira nem érdekelt a csillagászat, hogy a helyistököst egyenesen le akarta lőni az égről. Ugye 1910-ben kiskorában az édesanyja borzasztóan megijedt az üstököstől nagy szalontán, és a kis Gyurika megígérte a mamájának, hogy akkor le fogja lőni, és akkor nyugodtan pihenhetnek a későbbiekben. Hát az üstökösöket azért sikeresen lelőtte, meg a kisbolygókat is. Ugye 35-ben került fel a Schwab-hegyre, és 41-ben már megjelent a távcső világa. Ez azt jelenti, hogy 40-ben már befejezte, már megírta. Ez egy szintén egy ilyen sorsfordító könyv a mi számunkra, a távcsőépítés, a gyakorlati csillagászatnak az első magyarországi kézikönyve.
egy kicsit rongyos védőborítóval, úgyhogy a kulint el se tudjuk olvasni. Nagyon rossz minőségű ez a papírkülmen, nagyon kevés maradt fenn belőle, éppen miatt. Érdekes kis tört oszlopos távcsivel szemlélődik. Hát közben volt egy rendszerváltás, meg egy elvesztett második világháború. Ebben azért elég jók vagyunk a világháborúkban, az elvesztésben. És megváltozik a világ, üzemi dolgozók, ismerjétek meg a csillagok világát. És hát ha valaki nem ismeri fel Kulin Györgyöt ebben a öltönyös értelmiségiben, akkor hát eléggé rossz a szeme, de kétségkívül jó volt a mintája ennek a plakátnak, ami egy kétségkívül egy pozitív dolog, hiszen az üzemi dolgozók, ugyan már láthattuk a korábbi névszavás csoportképen, hogy azért érdeklődtek a csillagászat iránt, tehát még jobban érdeklődjenek, majd mi megmondjuk. Amennyire pozitív ez a kép, ugyanannyira felhasználták Kulin ellen, hogy miért van az, hogy maga vállon veregeti azt a ember, azt a munkás embernek kinéző szemét ott. Miért kell lekezelni? Hát ugye valakit ki akartak készíteni, akkor mindenfajta módon megtalálták a módját. Mindenesetre létrejött a ország első bemutató csillagvizsgálója. Nyilván külföldi minták alapján Uránia nevet kapta, mint nagyon sok csillagvizsgáló német nyelvterületen. Például a bécsi Uránia is Uránia, de ott persze nem csak Uránia csillagvizsgáló, hanem Uránia kultúrközpont is van egyszerre. És hát itt, ha nem Fox Sternwarténak, hanem nem népi csillagvizsgálónak, hanem bemutató csillagvizsgálónak keresztelték ezt az intézményt. A lényeg az, hogy a nép minél többen jöjjenek, távcsövezdenek, és sokkal többen kereshetik fel így az ilyenfajta intézményeket, mint mondjuk egy mégiscsak zárt körű tudományos intézményt. Az Élet és Tudomány 1950. július 23-ai számában hosszabb cikket is közölnek az intézményről, amit akkor már nem Kulin vezet, mert őt kitiltották Budapest területéről. Az Élet és Tudomány akkoriban 200 000 példányban jelent meg. Ára 80 fillér volt. Kicsit kisebb is volt, mint a Meteor. ...1954-ben vagyunk, egy szép, kellemes napsütés és nyári napon. Ez a kép a Fortepanon jelent meg. Hát kik ezek az urak itt? Hát a Fehérház mellett vannak. Belügyes, megbízható elvtársak lehetnek. Mondjuk a képről nem derül ki nagyon, az egyenruhákból lehet gondolni, meg hát a közelség, az épület közelsége, a Fehérház közelsége. Volt egy részleges napfogyatkozás, és vidáman kimentek, megnézték. Utána valamilyen röntgenfilmen keresztül nézi az a kartárs, vagy nem is kartárs, hanem elvtárs. Tehát egy érdekes pesti jelenet, ami a csillagászati érdeklődésre utal. Járda csillagászat nem volt azon kívül, hogy járdán álltak, de nem volt hozzá távcső. Ezt a épületet bizonyára sokan felismerik, ez a budai vár kupola nélkül. Borzasztóan széttölték, és sokáig arról volt szó, hogy még csak nem is fogják helyreállítani, meghagyják egyfajta mementóként, a pusztítás mementójaként. Aztán szerencsére nem így lett, de hát 1956-ban, amikor Kulin visszatért az Urániába, akkor 54-ben, akkor még nagyon romos állapotok voltak. Ez egy szabadtéri előadás. 56-ban járunk, amikor a Mars, nagy Mars közelséget várják szeptemberben, és hatalmas érdeklődés volt a Vörös bolygó. Hát ugye Vörös bolygó, értjük. A Vörös bolygó iránt. De hát ugye nagy Mars opozíció is volt, és a filmhíradók oldalán is lehet látni a hatalmas tömeget. Még a beszámolóban is lehet tudni, hogy egy hónap leforgása 10 000 ember kereste fel az Urániát. Ezt hozzáteszem azt, hogy az ottani észlőterasz, ez egy 6x6 méter méretű, egészen nyomorúságosan kisméretű terasz, ahova egy ilyen vas lépcsőn kellett felmászni, tehát életvédelmi szempontból is kétséges, hogy oda ekkora tömeget fel lehetne ereszteni, tehát nagyon kemény ostromnak volt a kitéve 56. szeptemberében. Aztán később másfajta ostrom is volt, de az 56-os év a Mars szempontjában mindenképpen emlékezetes. Végre ismét feltűnik egy járdacsillagászat. Az idősebbek emlegették nekem, amikor csillagászkodni kezdtem a 70-es évek elén, hogy itt a Keletinél voltam egy mutatványos, egy csillagász bácsi, akinél egy forintért lehetett megnézni a napot, vagy a holdat, vagy éppen ami távcső végre akadt.
Hát itt napfolt bemutatást csinál Álló József, őróla van szó, aki tényleg mutatványosi engedélye mutatványozott, és ez éveken keresztül egy budapesti érdekesség volt, ugyanúgy, mint a Károly körüti csillagász, csak hát itt most már tudjuk az ő nevét, és hát azt is tudjuk, hogy az MCL-nek is a tagja volt 46 és 49 között. Bartha Lajos szerint ebbe a csőbe egy nagyon impozáns távcső, de lehet, csak egy jóval kisebb méretű lencse volt benne, és azért ilyen vastag csőbe került, hogy jobban mutasson, és szívesebben fizessék ki az 1 forintot az emberek a belenézésre. 50-es évek legvége. Elkészül az első, mondjuk, hogy gyári fejlesztésű magyar csillagászati távcső, MUM optikával szerelve, Orgoványi János tervei alapján, nagyon szép kis áramvonalas alkalmatosság, egy 72/500-as kitűnő lencse van benne. Jobb oldalon egy látható tanárember, magyaráz nagyon lelkesen és nagyon hevesen, Hajmási József. Van itt valaki Fehérvárról? Senki? Csak szerettem volna köszönteni a fehérváriakat, mert ő fehérvári volt, és stigulázta is, hogy ő hány évben ennek tartott ilyen bemutatást. Ugye még nem így hívták, hogy árdacsillagászat, és 5 vagy 6 év leforgása alatt 80 ezer embert ismert el. Ugye az volt, hogy kiment a piactérre, ahol hát a piacon általában nagy nyüzsgés van, közel volt a buszpályaudvar, és hát aki nem akart, az is belenézett a távcsőbe. Meg eleve érdekes volt, hogy mit akar itt az ember ezzel a távcsővel. Ő ingyenesen csinálta a lelkesedésből. És aztán ez az ilyen típusú kezdeményezés, egy ilyen nagyon agilis ember, aztán később igazi, nagy, komoly távcsőz is vezethet. Ez a Fehérvároknak a nagy 30 centis távcső, ami most is használatban van, és később aztán méltó elhelyezést is kapott, amikor a mai helyére beállították a kupolát. Ez egy nagyon látványos felvétel, a honvédség helikoptere emelte be a kupolát 80 km-es szél mellett, jó, odaverték, és ezért kicsit tojás is lett. Ezt a Hudovagyőr mindig el szokta mesélni. De lássuk be, és nézzünk magunkba, egy csillagvizsgáló értében ez a leglátványosabb pillanat, amikor jön a helikopter, és hát vagy lejti, vagy nem a kupolát, de valami izgalmas dolog történik. Az, hogy az emberek körülállnak egy távcsövet, és tátott szájjal néznek, az annyira nem fotogén. Csak nekünk. Ez a fiú reménykedik abban, hogy nem fogják bezárni, és nyitható rés is készül a kupolára. A Tatai Pápai Szakmunkás Képző Intézet készített a saját maga számára a kollégium raktár tetejére egy kis fa szerkezetes csillagvizsgáló kupolát, és még nagyon sok ilyen hasonló lelkes társaság volt akkoriban, mint ahogy ma is Magyarországon. Hát az akkori lehetőségek mentén próbálták megszervezni a csillagászat életét. Ismét egy életkép a 60-as évekből. Jobb oldalon egy távcső oszlopot láttunk. A Citadellának egy beszögelését Kulinék kinézték maguknak, hogy ez majd jó lesz majd valamire, és egy ilyen bemutatóhelyet létesítettek, ahol esténként a nyári félében csillagászti bemutatót tartottak, napközben pedig jöttek az emberek, és ilyen honvédségtől elkunyarált távcsövekkel figyelték éppen az épülővel Erzsébet hídnak a munkálatait, vagy éppen magában a város is, mert fantasztikusan jó a látvány a Citadelláról. A Citadella, amit reméljük, hogy hamarosan lebontanak, a Citadella az valamikor a 60-as évek legelejétől nyílt meg igazán a nagy közönség számára. Megjegyzem egyébként, 1890-es évben létezett olyan határozat, ami kimondta azt, hogy le kell bontani a Citadellát. Csak azóta sem érvényesítették, úgyhogy Tarlós Istvánnal még azért fogunk beszélgetni ez ügyben. Tehát ez az otromba ide nem illő erődítmény nagyon sokáig kihasználhatunk át, céltalanul létezett a városban, és akkor az idegenforgalom látott benne fantáziát, kilátópontnak jó lesz, turista szállót csináltak benne, jó éttermet, nagy élet lett hirtelen a Citadellában, és akkor ez a megnövekedett érdeklődés, ez nagyon jót tett a csillagászatnak is. 70-es évek elején, amikor az Uránia, mint Uránia működött, mellette pedig volt a Citadellai bemutatóhely, a beszámolók szerint évi 50 ezer látogatója volt ennek a két egységnek, és ebből 40 ezer volt a Citadella.
És ez még bevételt is jelentett. Hogyha csak egy forint, akkor az is sok pénz volt akkoriban még. A mai fiatalok, elsőt, éppen beszélgettem erről egy órával ezelőtt a mai fiatalokkal, hogy el se tudják képzelni, hogy mennyire benne volt az űrhajózás a mindennapokban. Három ember egy űrhajóban, ez egy Voszhod indítása volt 64-ben. Ugye éppen arról volt, hogy most ugye Elon Musk a Teslaját fellőtte a világűrbe, és milyen fantasztikus dolog, hogy ezt az ízléstelenséget megtapsoljuk. Mekkora nagy innováció és mekkora nagy ugrás. Persze, nagyon érdekes technikai, csak hát már régen előre kellene lennünk. De akkor, amikor a semmiből jöttek az űrhajósok, akik igazi hősök voltak, és név szerint ismert őket mindenki, azért merőben más korszak volt. Nem sokkal vagyunk Gagarin után. És nem sokkal Armstrong előtt. Esztergomiak éppen távcsöveket buharálnak. Ott a Távcsővilág 58-as kiadása, Csillagászati kis enciklopédia, az már a 70-es évek elején járhatunk. Ők is megtartották a maguk járdacsillagászati bemutatóikat Esztergomban. Ezt a képet mindenki ismeri. A Tatai csillagvizsgáló avatásán készült 73. novemberében Kulin Gyurka bácsi fényes nappal valamilyen rejtés égitestet állított be a kisfiúnak. Nekem az az érzés, hogy ez egy beállított kép. Nem tudom, mi súgja ezt. Nyilván nem lehetett semmit se látni, de így adta ki, és ez egy egyébként jól sikerült kép. Függetlenül attól, hogy éppen mit látott a gyerek, vagy mit nem. Járdacsillagászat a 80-as években, talán Szombathelyen, szakkori vetékedő szünetében bemutatás az Urániában. Erről is lesz szó, hogy amikor zárt térben, egy kupolában összezárva vagyunk 10-15 ember, akkor milyen a dinamikai egy ilyen bemutatásnak? Mennyire korlátozza az életünket a kupola léte? Ugye csak kis réseken tudunk kinézni. Hogyan tudjuk lekötni az embereket a mai világban? Hát itt még sikerült. Ma is sikerül. Ismét egy hatalmas rendezvény 1996-ban, a nagy napfogyatolás főpróbája a Népligetben. 1500 embernek tartottunk bemutatót, és ahhoz képest borzasztó kevés volt a távcső. Még az ELTE csillagászati tanszékétől is jöttek ezzel a nagy Schmidt-kasszegrénnel. Tehát egy nagyon kellemes októberi délután volt, tökéletes felhőmentes időjárás, és akkor már az emberek már vagy 15 éve nem láttak semmilyen napfogyatkozást. Visszaszámoltunk, hogy mi volt az érdeklődés. Hát ilyen napnyugta körüli pár százalékos fogyatkozások voltak a borult égen. Aztán 82. decemberében volt egy olyan fogyatkozás, ami például a talajszinten nem látszott, csak a magasabb hegycsúcsokról. Aztán 76-ban volt borult égen egy fogyatkozás. Tehát 75-ben volt az utolsó részleges napfogyatkozás, hány évvel korábban? 21 éve korábban, és az emberek semmilyen fogyatkozást nem láttak, nem volt napfogyatkozási élményük, hát ezért is volt ez a fokozott érdeklődés. Aztán vannak ilyen másfajta rejtélyek is. 2015. március 20-ára emlékszik, mindenki emlékszik. Hát ugye volt egy részleges napfogyatkozás, az emberek meg voltak őrülve. Itt 100 000 számra lehetett volna napfogyatkozást néző szemüveget eladni. Én hiába mondtam a távcsőboltosoknak, hogy 2000 darab nem lesz elég. És hát egyszerűen nem volt több. Az emberek meg voltak bolondulva a napfogyatkozásért. Pedig hát nem olyan régen volt, talán egy-két évvel előtte volt egy januári fogyatkozás, ami valami 80%-os volt. Igen, abból kimaradtunk, és aztán a kollektív emlékezetből már kikapott talán a 99-es fogyatkozás. A 95-ös, meg a 2005-ös, meg a 2006-os az meg hát olyan nyamvat időjárás mellett következett be. De itt most még 99-ben vagyunk. Mit csinál ez a sok ember itt a romokon? Mit keresnek ott? Mit mászkálnak föl? Hát meg közelebb kell jutni a napfogyatkozáshoz, és hát átélni egy ilyen fantasztikus eseményt, ami valószínűleg a magyarság utolsó igazán jó nagy közösségi élménye volt, beleértve a honfoglalást is. Hát amikor így nem volt politikailag probléma az, hogy most napfogyatkozás van, bár a vidékkel kapcsolatban voltak problémák, mert Torgyán József védnöksége alatt zajlott a napfogyatkozás. Ebben mondjuk sokat nem látunk, csak azt, hogy Budapesten nem volt napfogyatkozás.
elintézte, Tordján, hogy csak vidéken legyen totalitás. Tehát köszönjük. Neki egyébként érdekes volt, hogy volt ilyen kezdeményezés, hogy azt a szerdai napot munkaszüneti nappá avassák, vagy nevezze ki a kormány, de nem sikerült eljutni a kezdeményezéssel megfelelő döntéshozókig, mert nem érzékelték azt, hogy ez valóban ekkora leállással, meg ennyire ritka és ennyire fontos esemény lesz, hogy megéri egy ilyen ajándék szünnapot beiktatni. Szép emléki Tordján József. 2003, poláris csillagvizsgáló, még csak kezdődik a roham. Ez az a Mars opozíciónak az éjszakája. Ez egy kicsit frissebb kép, de a hangulatot visszaadja. Ez pedig a Labort utca, ahol feljöttetek ma. Tehát itt autók állnak mind a két sávban, ugye van két sáv, és teljes, totális közlekedési káosz volt. Az emberek pedig tömegcsorokban menetelnek föl le. Tehát az 1100 fő, még akár 2200 fő, az még kicsit alulbecsült dolog is lehet. És az egész városban nem volt nyitva csillagvizsgáló, csak mi. Ismét egy sokadalom. Ez egy közönséges, nem annyira nagy szám. Merkur átvonulás volt. Mondjuk a kép alapján senki nem mondaná meg, hogy Merkur átvonulás van Győr főterén. De egy nagyon jól sikerült bemutatót tartottak a győriek 2003-ban. Persze azért is sikerült olyan jól, mert sikerült elintézni, hogy az iskolás gyerekeket kihajtsák a távcsövi bemutatóra, és akkor eleve sokkal jobb érzés sok fiatal között távcsöveztetni, másrészt pedig nagyon jó, hogyha tanárok veszik a lapot, és nem azt mondják, hogy gyerekek, most nem szabad ránézni a napra, mert ott van a Merkur előtt, és hát ha megmérgezi nem tudom micsodátokat. Ugye a legutóbbi napfogyatkozáskor tömegesen hallottuk azt a visszajelzést, hogy különféle intézményekben egyszerűen a gyerekeket eltiltották a napra való kimenéstől, még megfelelő szűrővel sem nézhették meg őket, sőt bezárták, még csak napfény séri őket. 1514-ben tartunk még sok szempontból. A csillagászat napja, mi ezt 1995 óta tartjuk. Ez egy átvett, az amerikaiaktól átvett mozgó ünnep, és hát a elmúlt 21 néhány évben azért voltak fényesebb napjai, meg kevésbé jól sikerült napjai, mondjuk az idén az egészen jól sikerült, de szerte az országban, hogyha még kijövünk valami fajta szóróanyaggal is, akkor az kicsit megdobja a szervezőket, és hát mindenki megszervezi magának a kis csillagászat napját. De van olyan év, amikor 10 000 vannak kint egy ilyen eseményen. Ez egy nagyon jó és jó dolog, és még hozzáteszem azt, hogy szinte semmifajta anyagi befektetés nem szükséges ahhoz, hogy az embereket valamifajta jó élményhez juttassuk. Jó lett volna az, hogyha a jellegzetes budapesti műemléképületek, vagy ilyen karakteres épületek környékén minél több helyen és több alkalommal tartunk ilyenfajta csillagászati bemutatót. Ezt gondolom mindenki felismeri ezt az épületet, mert Budapest az egy szép város, és hát érdekes dolog kimenni a távcsövünkkel, és itt is, ott is, amúgy is feltűnni, villámcsődületet okozva. Flash mob. Ugye ismerős a fogalom. Ez olyan nagyon régi. Talán 10 néhány éve szervezték az elsőt, akár nem is csak nálunk, hanem egyáltalán a világban. De még csillagászt is, flash mobot nem tartottunk, ha csak ez nem az. Vagy másfajta. A Városligeti tó befagyott víztükrén. Ugye a globális felmelegedés miatt zöldek a fák, tudjuk, hogy tönkretették a bolygót. Volt egy év, amikor a kutatók éjszakájának itt volt a központi rendezvény, és akkoriban még voltak ilyen jó központi rendezvények. Felkértek minket távcsöveztetni, és hát nyilván naposztatás, este holdasztatás volt a program. Úgyhogy hát egy mindenképpen egy érdekes helyszín, és azt hiszem, hogy senki nem téveszti el, aki egyszer járt Budapesten, hogy ott történt ez a csillagászkodás. A Battyányi tér környékét nagyon átalakították most. Pár évig oda jártunk járva csillagászkodni, most a bána végénél találtunk egy jó kis helyet, ahol lehet jól távcsöveztetni, és innen is nagyon szép a városnak a látványa, és talán nem is annyira szokványos. Ugye a járt a csillagászat az van, hogy kimegy az ember az utcára, magától jön a közönség. Nem kell szervezni különösebben, csak jó helyre kell állni.
jönnek az emberek egymás után, hol ilyenek, hol ilyenek, hol amolyanok, persze nem mindegy, hogy hova állunk ki, de mindenképpen egy érdekes dolog, hogyha valaki ott elkezd mutogatni a távcsövével, és aztán vannak időnként egészen jó pillanatok is. Na, ezt valaki meg tudja mondani, hogy hol van ez a kép? Nem. Vagy igen? Nem. Nem parlament. Új nevén Széchenyi tér. Az akadémiával szemben. Volt egy időszak, amikor itt tartottak ilyen tudománynépszerűsítő programokat, hát meghívtak minket oda, és ott vagyunk. Nagyon nehezen tud ez a fiú belenézni a távcsőbe, én attól tartok. Millenáris park. A kistány már inkább is, és egy nagyon, általam nagyon szeretett kép ez, hogy rácsodálkozik a napképre ez a kisgyerek. Az, hogy járt a csillagászat, ez korábban is úgy motoszkált, de nem ment bele a köztudatba. A sidewalk astronomy onnan van fordítva, ez pedig John Dobson és köre találta ki, mondjuk azt, hogy ilyen sétatéri, vagy akármilyen téri csillagászatnak is lehetne fordítani, de a járdacsillagászat az pontosan kifejezi az amerikai angol megfelelőt is. 2009-ben a csillagász szakma volt az, amelyik meghirdette a csillagászat nemzetközi évét, Galileire emlékezve, a távcső bevezetésére emlékezve, és hát ez, ennek kapcsán mi is meghirdettük a magunk járdacsillagászkodásait, és nagyon nagy sikere volt, és azóta sem megy ki a köztudatból ilyen néven illetve. Mindenféle alprogramok voltak. Én ezt nem tudom, hol találtam, vagy a Facebookon, vagy a Csillagvárosban volt egy ilyen járda csillagász baráti társaság. Már azt sem tudom, hogy kik azok, de nagyon derék dolog, hogy ezt kitalálták, hogy ők járda csillagászat baráti társaság. Itt látható a feltaláló, John Dobson. Nem ő találta fel a járda csillagászatot, láthattuk a budapesti jelenetekből is. Magát a Dobson távcsővet, amiből egy példány itt látható, Dobson nem Dobson távcsőnek hívta, hanem altazimutális távcsőnek. Ő egyáltalán nem volt büszke erre a találmányra. Nekem személyesen is beszéltem vele, azt mondta, hogy ezt már 300 évvel ezelőtt felfedezték ezt a mechanikát, erre egyáltalán nem büszke. Viszont vannak nagyon klassz kis elméletei, amikor ments meg uram minket. Tehát egy nagyon érdekes ilyen kétarcú személyiség volt ő. Majdnem 100 évig élt, hatalmas, sokáig élt. Nagyon magas kort ért meg, 14-ben hunyt el, hogy egyrészt egy ilyen fajta mozgalmat, távcsőépítési mozgalmat hozott létre, nem csak Amerikán, a világ számára. Egyszerű, primitív távcső, tubus, nagyon primitív távcső mechanika, ezt a hokedét egyáltalán mechanikának lehet nevezni, azt én nem tudom, de hát mechanikának hívják, forgózsámoly. És a lényeg az, hogy viszonylag kevés pénzből elég nagy méretű távcsövet létre lehet így hozni, és akkor hurrá csillagászkodni lehet, és nagyon sok ember számára élményt adni, meg hát saját magunk számára is. Itt egy ilyen 60 centi körül távcsővel látható az öreg. Itt pedig még a talán 70-80-as évek fordulóján Amerikában a Springfield-i távcsőkészítők tartanak egy nagyon jó távcsöves találkozót minden évben. Valamikor a 70-es évek elején jelentek meg először a Dobson távcsövek. Hát ahhoz képest, hogy mindenki ugye finom eszergált mechanikákat készített, nagyon sok pénzből, nagyon jó csillogó-villogó távcsövek voltak, azt mondják, hogy mit akar ez a fickó itt? Mi ez a tákolmány? Aztán ez a tákolmány nagyon is kinyitta magát mára. Már sokadik generációs van. Csillagászat éve bemutató, gyöngyösiek, soproniak. Hát ugye vannak ilyen, Molnár Ferenc azt mondta, hogy gyereket és kutyát a színpadra nem szabad, mert nem sportszerű. Könnyen vásárolt siker. Jászben így bemutató, ezt nagyon-nagyon szeretem ezt a képet. Csillagász családocska. Peron csillagászatot is feltalálták már a Gödöllői hév partjain. Kaposvár, Sétáló utca. Tehát lehet látni, hogy borzalmas, hogy micsoda fények vannak. Hát iszonyat. Az ember lesz szívesen, mert főbe lőni magát. De azért valami csak látszik onnan is, még az estégen. A hold azért csak jó, bármilyen távcsőve, bármilyen nagy fényszennyezés mellett.
És mindenképpen egy meglepő élmény az embereknek, hogyha szembe jön velük egy tárcsa, és akár még szabad belenézni ingyen. Hát itt most két nagy csapás lesz. Egyrészt a bemutató csillagvizsgáló, másrészt pedig járdacsillagászattal kapcsolatos motivációk. Szeretnénk, hogyha az itteni kupolai bemutatásokhoz csatlakoznának újabb érdeklődő, motivált távcsillagos bemutatók. A terasz az meg majdnem járda, ott is lehet bemutatni. És hát nyilvánvalóan, amikor vannak nagy éves rendezvények, kutatók éjszakája, múzeumok éjszakája, csillagászat napja, kisbolygók napja, van most már ilyen is, akkor jó lenne a város minél több helyszínén, minél több pontján még plusz ilyen harcállásokat felállítani, úgyhogy ezért ebben számítunk többek között rátok. Gondolom mindenki elolvasta, ez nem is kívánok semmit hozzátenni, és itt a befagyott tó partján ez egy merőben más, sokkal tágabb, sokkal más dinamikájú bemutató sorozat, egy járdacsillagászat, nem köthető semmiképpen csillagvizsgálóhoz. Ami viszont nagyon fontos, hogy mi az értelme? Mi az értelme annak, hogy azon túl is, hogy élményt szerzünk a járdán járókelőknek, saját magunknak is élményt szerzünk azzal, hogy valami jót nyújtunk, ugye adni jobb, mint kapni, állítólag igaz. Tehát azon kívül, hogy te szeretsz adni? Igen, csak egy picit arra tudnál lépni, mert igen. Nem látjuk. Bocsánat. És azon kívül, hogy persze nyilván alapismereteket adunk át, hogy a mi kis közösségünknek hogyan tudjuk ezt kicsit használni, fordítani. Hát úgy, hogyha olyan programokat ajánlunk, amelyek még erre építve, még építhetik tovább a csillagászati szellemi örömöket a járókelők számára. Nyilván a hatásfok az borzasztó rossz, minden századik ember, minden ezredik ember lesz, aki olyan szinten megszólítható, hogy mondjuk amatőr csillagásszá válik, vagy tárcső tulajdonossá, vagy pláne szakkörbe kezd el járni, de hát ennek is van valami fajta haszna, és még némi kis hatásfoka is. Ez marhasság, ezt nem kell ezzel foglalkozni. Nem is szoktunk ilyen viccelődni, hogy tedd le a mobiltelefon, mert akkor majd... De ez nem igaz egyébként. És borzalmas ez a kép is. Hát ezzel a borzalmas képpel emlékeztetek rám. Átadom a szót Molnár Péternek, hanem csinálunk egy rövid szünetet?